Kedves lelkész úr, azt szeretném kérdezni, hogy a személyiségem gyengeségei, mint a meghunyászkodás, konfliktuskerülés, kerülés, bizonytalanság és a megváltás előtti o emberem részei, hogyan tudok ezeken változtatni, ha ezek gyerekkoromban már kialakultak bennem? Válaszát előre is nagyon köszönöm, egy 18 éves hívő lány. A meghunyászkodás és a bizonytalanság az valóban az ó ember része, a konfliktus kerülés az részben lehet az ó ember része, lehet, hogy nem. Van olyan konfliktus, amit kerülni kell, van olyan konfliktus, amit nem kell kerülni. Mindig meg kell vizsgálni, hogy a konfliktus mögött mi áll, Istenek az akarata áll-e, ahogy a Biblia mondja, hogy az Úrnak a harcáról van-e szó, vagy pedig egy rossz Harcról van szó, amiben nem kell belemenni, és jobb, ha kimaradunk belőle. Tehát a konfliktus kerüléshez kell, illetve ahogy a karizmatikusok mondják, és én ebbe hiszek, hogy a szellemnek a vezetése. Tehát visszatérve az O-emberhez, az O-embert először is meg kell feszíteni és az új embert pedig erősíteni kell, az erősödés tud történni ima által például a nyelveken imádkozunk, a szellemünk erősödik, szellemünk épül, erősödik a belső emberünk Isten igéjével, és erősíti a belső emberünket még a, a, elkötelezett hit életet, hitből való élet. Tehát az, hogy Isten igéjébe vetett hitből élünk, és sok más minden, például Istenek a magasztalása, a dicsérete, a testvéri szeretet, világosságban való járás, és nyilvánvalóan a Szent Szentlélek kell való betöltekezés. Nagyon sok olyan bizonságot hallottam, hogy félénk emberek, akik nem mertek az emberek elé állni, féltek az emberektől, betöltekeztek Szentlélekkel, és utána Isten arra vezette őket, vagy olyan ajándékot, szolgáltatot adott nekik, hogy ki kell állni folyamatosan az emberek elé, és szólni kell az embereknek Istenek az igéjét. Tehát az új természet az nem gyáva, hanem bátor, de ezért küzdeni és harcolni kell. Tehát a kenet, a szent Éleknek a kenete a belső embert erősé teszi.